A kitüntetett Floridában él, épp ezekben az órákban teljesíti lelkészi hivatását, istentisztelete tart Miami-ban, abban a magyar templomban, ahol Vas Albert számos alkalommal járt. Onnan küldte videó üzenetét. Kérem, nézzük most ezt meg. És szeretettel küldöm üdvözletemet a napfényes Miami-ból, innen a magyar templom elől, amely a dél-floridai magyarok lelki otthona, és azzal is büszkélkedhet, hogy Vas Albert író többször ide látogatott, persze sok évtizeddel ezelőtt. Hálásan köszönöm a megtiszteltetést, amely nagyon váratlanul ért a jutalmat, a Vas Albert örökségdíjat. Nagyra becsülöm a Magyarok Világ Klubjának elnöke és munkatársai fáradozásait, ídépítő tevékenységét, amellyel a szétszórtságban élő magyarokat összekötik, és most külön is, hogy ezt az ünnepi gálát megszervezték, mely a Vas Albert ünnepi év nyitánya. Én tudom, hogy emlékezni jöttünk, de ennél több, amiért együtt vagyunk, ez egy ünnep. Ez az egész év számunkra ünnep, mert azzal megajándékozott bennünket a mi írónk és az ő életműve, amit úgy tudnék összefoglalni, hogy győzelmi tudat, győzelemtudat, mind az ő életműve, az a tény, hogy ő ismeretlen volt, nem is ismertük, és a rendszerváltás óta élete utolsó éveiben ismerté vált, sőt befutott. Népszerű művei a legolvasottabbak közé tartoznak, versei nagyon népszerűek, és színpadokon az ő életművészetét megjelenítik. Emlékszem, 10 évvel ezelőtt, 2008-ban szinte az egész világra kiterjedő mozgalom indult Vas Albertért. Emlékkonferenciák, gyűlések, összejövetelek, nagyon szép kulturális műsorok, emlékhelyek és szoborállítások, koszorúzások jellemezték ezt az ünnepet. Akkor nekem futott be nagyon sok beszámoló és kép, és én ezeket összegyűjtöttem a Cegei Vas Alapítvány archívuma számára. Akkoriban én tettem kompjúterbe az író kiadatlan műveinek nagy részét, amely aztán sorba kiadásra került. És most eljutottunk az újabb ünnepi évbe, 2018-ban. Örömmel jelenthetem, hogy mindaz a személyes beszámoló, emlékezés egy gyűjtemény anyagba, egy könyvbe meg fog jelenni 2018. február közepén Vas Albert öröksége címmel, amelyekben nagyon sok gazdag és színes seregszemlét, beszámolót, képet láthatunk, olvashatunk, amelyben kifejeződik az író iránti tisztelet. Mindaz a győzelem, hogy ő ilyen sokat átadhatott nekünk az örökségéből. Kívánom, hogy nagyon sok boldogsága és sikere legyen mindazoknak, akik az ő ügyében fáradoznak, hogy mi mindnyájan ápoljuk és vigyük tovább azt az örökséget, amelyet ránk hagyott. Isten áldása legyen velünk!